A következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Önök a Telena magazint látják, Bence Péter vagyok, köszöntöm nézőinket, tekintsék meg, mit kínálunk a mai adásunkban. Lövöldöztek egymásra egy család tagjai, üvegnegatívok a Tolnai Könyvtárban. Veszeli Gábor történetei, versíró pályázatot hirdet a Tolnai Kulturális Központ, sikert sikerre halmoznak a tolnai női futszál sportolói. Lövöldöztek egymásra egy család tagjai Tolnán. Az eldurvuló veszekedésnek a rendőrök vetettek véget. Hamarosan viszont kiderült, hogy a fegyvernek tűnő eszköz valójában csak egy játék volt. Ebben az utcában került elő egy pisztoly néhány napja. A Bajcsi Zsilinszkiben lakók közül most senki nem akart az esetről beszélni, de kamerán kívül annyit elmondtak a helyiek, hogy a családi viszály hátterében pénzügyi vita állhatott. A rendőrséget az egyik sértett rokona értesítette. Múlt héten szerda délelőtt bejelentés érkezett a Tolna megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központjába, hogy Tolnán a Bajcsi Zsilinszki utcában egy férfi többször rálőtt a lány testvére élettársára, valamint a vele együtt dolgozó másik két személyre. A rendőrök azonnal a helyszínre vonultak, ahol meg is találták a lövöldöző férfit, akivel szemben intézkedni kezdtek. A bejelentést követően rendőrök mentek a helyszínre, ahol a férfit igazoltatták, majd előállították a rendőrségre, és a későbbiek során gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi lakásán megtartott házkutatás során lefoglaltak egy pisztolyt, vagy annak utánzatát, amelyet szakértő fog majd megvizsgálni. Az elsődleges információk alapján viszont a pisztoly nem igazi lőfegyver volt, csak egy annak látszó úgynevezett airsoft eszköz. Ez egy játék, ami emberi élet kioltására alkalmatlan, súlyos sérülést viszont lehet vele okozni, például ha szemmel lőnek vele valakit. Az agresszív férfit ennek ellenére előállították a rendőrök. A férfi korábban már több alkalommal zaklatta családtagjait, valamint a testvére élettársát egy alkalommal bántalmazta is, ezért a bíróság távoltartást rendelt el ellene. Mivel senki nem sérült meg, a lövöldöző férfinak csak garázdaság miatt kell felelnie. A szekszári rendőrkapitányság folytatja benne a vizsgálatot, a férfi szabadlábon védekezik. A játékfegyverrel lövöldöző férfit a garázdaságért akár 3 év börtönre is ítélhetik. Különleges üvegnegatívok kerültek a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár birtokába. A 250 darab üveglemez Martinek József festő személyes családi fotóit tartalmazza. Különleges, úgynevezett üvegnegatívokat ajánlott fel egy cserkészképgyűjtő a Tolnai Könyvtárnak. Martinek József festő személyes családi fotóit ábrázolják, mondja Nagy Krisztina, könyvtáros. Pál Gábor nevezett úriember megkeresett minket, könyvtártól Link Judit könyvtárvezetőt, személy szerint és felajánlott a könyvtárnak a helytörténeti anyagként. Ő úgy vásárolta fel, és megtudta azt, hogy Martinek József festőművész anyagai vannak rajta, a személyes képei, családi fotói, és ezért felajánlotta nekünk a könyvtárnak, mert helytörténeti értéke van. A gyűjtő összesen 250 darab üvegnegatívot adományozott a könyvtárnak. Ezeket szkennelni kell, és elő lehet hivatni, egy speciális szkennelési lehetőség van, és úgy lehet majd felhasználni. Martinek József 1904-ben született Pécsett, a festő tanítói képesítést szerzett, magánúton folytatott művészeti tanulmányokat Aba Novák festőiskolájában, majd Baján. A pécsi tanárképző főiskolán 1956-ban szerzett rajztanári diplomát, a Szegedi Pedagógiai Főiskola gyakorló intézményében, majd Budapesten tanított. 1959-ben költözött vissza Tolnára, ahol a helyi képzőművész körvezetője lett. Több önálló kiállítása volt Tolnán, Pécsett, Szekszárdon és más városokban is.
Évekig szerkesztője volt a Kézjegy antológiának, ennek utolsó számát követően is szórakoztatta a közönséget írásaival. Nemrégiben megjelent kötetében például azok a megfigyelések is szerepelnek, melyeket az államvédelmi hatóság követett el ellene. Veszeli Gáborral, a Tolnai újságíróval, íróval beszélgettünk. 2010 volt az az év, amikor a Kézjegy klub elnyerte az év civil szervezete kitüntetést Tolna megyében. A klub alapította és adta át két évtizeden keresztül a Csányi plakettet, a megyei írott sajtóban dolgozók elismerésének, és ugyancsak ebben a két évtizedben a Tolna megye művészetért elismerést is, írók, képzőművészek, népművészek elismerésére. A Kézjegy klub Veszeli Gáborhoz kötődik, akit nem kell bemutatni, hiszen írásaival sokaknak szerzett már sokszor vidám, sokszor elgondolkodtató perceket. Azt kevesen tudják róla, hogy alapvégzettsége szerint földmérő. Dolgozott az M5-ös autópálya kitűzésén is. 30 évesek lehettünk nagyjából a legtöbben, alakítottunk egy ilyen egyesületet, csak az a baj, hogy közben eltelt újabb 30 év, és nincsen meg a következő generáció. Tehát én ezért jutottam hosszas töprengés után arra az elhatározásra, hogy bár saját gyermekem a Kézjegy klub, de itt most húzunk egy választóvonalat. Az egyesület nem szűnt meg, de ezt a típusú antológia kiadást, amit 25-30 éven keresztül csináltunk, ezt most befejeztem egy Végszó című kötettel, amiben többen is írtunk. Azelőtt az antológiákban 30-40 ember írt, főleg Tolna megyeiek, de Tolna megyéből elszármazottak is. Arról van szó, hogy hosszú időn keresztül már magam csináltam mindent. A pénztárosunk meghalt, akkor a pénztárt is én csináltam, a könyvelést is én csináltam, a pályázatírást is én csináltam, a pénzszerzést is, az elszámolásokat is. És ez már így már soknak tűnt. Sokszor olyan pénzeket szereztem az egyesületnek, milliós nagyságrendről van itt szó 20 év alatt nyilván, aminek legalább a felét a saját dolgaimra is szerezhettem volna, meg én magam is írok nyilván könyveket, és azt is finanszírozhattam volna ezekből a pénzekből. De hát ezt úgy becsületbeli ügynek tartottam, hogy ha minden évben megjelenik a Kézjegy antológia, akkor a következőben is, a következőben is jelenjen meg. A Kézjegy legfőbb értéke a maga a létezése, mondja a szülő atyj. Azelőtt nem volt, és lehet, hogy ezután nem is lesz ilyen évente megjelenő kiadvány, amiben publikálhatnak, mert körülbelül 150 szerzőt számoltunk össze, aki az évek során ebben publikált, és nagyon sokan, hogyha irodalmárok lesznek végül, úgy fogják kezdeni ezt a szakmai életrajzot, hogy első írásom a Kézjegy antológiában jelent meg. Aztán hát mindenképpen ott vagyunk a könyvtárakban, helytörténeti szempontból is fontos lesz majd, remélhetőleg idővel ráébrednek. Ilyes Gyula is azt mondta, hogy ha valami megszűnik, vagy egy író meghal, akkor a halála utáni 10-20 évben kezdenek rádöbbenni, hogy mekkora, mennyire hiányzik, tehát ez is olyan dolog, amikor nincs, akkor veszük észre. Veszeli 20 könyvet jegyez ez idáig, mert azt mondja, maradandóbbat szeretne alkotni. Így például megírta azt a dokumentumkötetet is, melyet a saját, az államhatóság általi megfigyelésének dokumentumai adják. Ennek a 80%-át az állambiztonság írta ennek a könyvnek, meg én csak bemásoltam a jegyzőkönyveket. Egészen fiatal pályakezdő mérnök koromban egy Kunszentmáton nevű faluban, akkor még faluma már város dolgoztam, és esténként eljártunk ugye 20 éves pályakezdő mérnökök a kocsmába sörözgetni, és mint kiderült, a kocsma padlásán megfigyelő bázist alakítottak ki a 3x3-as ügynökség emberei, és a pincér beépített ember volt, és ahhoz az asztalhoz ültetett bennünket, ahol a vázába mikrofon volt beépítve. És 2016-ban váltak ezek publikussá, én csak úgy blindre lekértem a dolgokat az Állambiztonsági Történelmi Levéltártól, és kiderült, hogy 190 oldal megfigyelési anyag volt rólam. Ott Kunszentmáton mellett például van egy Cserkeszőlő nevű falu, ott kimentünk egy présházba bulizni, és a szőlőnek a négy sarkán 24 órás váltásba ott voltak a megfigyelők. Ez le van írva a jegyzőkönyvbe, én bemásolgattam ezeket a jegyzőkönyveket. Egymást váltották, ott volt a jegyzőkönyvben, hogy iratot ne vigyenek magukkal, hogyha lebuknának, akkor ne tudják, hogy ők kicsodák, és minden jegyzőkönyv végén ott van a szükséglet, hogy ember 15 fő, mit tudom, gépkocsi 3 darab, abból 2 legyen magárendszámú, éjjel látó fényképezőgép, ami csúcstechnika volt abban az időben, és így tovább. Nagyon érdekes kis könyvet sikerült írnunk közösen az állambiztonsággal. Van egy nagyon finom humora, és ezt kamatoztatni is próbálta, akkor, amikor a Humorfesztiválra is benevezett.
Annak idején a Ludas Batyiba is írtam, humorfesztiválokon is indultam, középdöntőig jutva. Egyik évben az Éles István nyert, amikor én ott voltam, a másikban meg a Galla Miklós, akkor még Holló Színházzal. Ők voltak a favoritok, én a középmezőnyig jutottam. A könnyű műfaj, sokan azt hiszik, hogy valóban könnyű, de azért keményen meg kell dolgozni. Karintitól tudjuk, meg Örkénytől tudjuk, hogy nem olyan egyszerű a történet. Nem szabad, hogy izzadmányosnak látszódjon. Hát egyszer utaztam egy hajón egy 80 éves nénivel, aki egy ilyen két lábon járó irodalom történet volt, meg az Adi Csinszkáját is ismerte, meg a Radnóti Fannia volt a barátnője, meg az Eszterházi Péter anyukája, tehát sokat beszéltünk ezekről a irodalmi dolgokról. És ő mondta először, meg megmutattam neki egy akkori írásomat, hogy ez azért jó, mert nem erőltetett. Tehát én igyekszem őszinte lenni, ez sokszor a feleségemnek se tetszik, mert időnként ilyen belső dolgokat is kifecsegek, amiket nem kéne, de úgy gondolom, hogy ennek az élet minden területén így kéne lenni. Sokan nem így gondolják, úgyhogy ezért nekem volt 6-8-10 munkahelyem. Meg szerettem megmondani azt szemtől szembe, amit mások a háta mögött mondtak a főnöknek, akik egyébként szemtől szembe puszupajtásai voltak. Az írás nem lehet befejezni, ha az ember erre születik, mondja. Úgyhogy ez engem is végigkísér egész életemen keresztül, hiszen 12 éves korom óta írok. Most rövid reklám következik, majd amikor visszajövünk, arról számolunk be, hogy versíróversenyt hirdettek a Magházban. A részleteket megtudhatják rövidesen. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Folytatjuk is a Telen a magazint. Versíró pályázatot hirdet a Tolnai Kulturális Központ. A versenyre 14 éves kortól lehet jelentkezni. Továbbá a beérkezett alkotásokat zenés verses műsor keretében mutatják majd be vendégelőadó segítségével áprilisban a Magyar Költészet Napja alkalmából. Felnőtteknek és fiatal felnőtteknek hirdett versíró pályázatot a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár a Költészet Napja alkalmából. A verseny már elindult, a szervezők egészen március 27-ig várják az alkotásokat e-mailben. 14 év fölött lehet jelentkezni, és 3 verset lehet küldeni. A verseket majd szakmai zsűri fogja értékelni, lesz egy sorrend, és lesz ennek a pályázatnak, illetve a beérkezett műveknek egy bemutatója is, eredményhirdetéssel egybekötve. Ezen a bemutatón fogják előadni egy előadó művész, Rubányi Anita a verseket, minden nevezőnek a verse be fog kerülni ebbe a műsorba, és a pályázatos verseket színesítik majd Kovács Gábor muzsikus megzenésített versei a magyar irodalom klasszikusaitól. A versek témái szabadon választhatóak. Pont azért, hogy minél kevesebb korlát legyen, hogy minél többen nevezzenek a versenyre, ezért nem szabtunk meg így külön témát, mindenkinek a saját tetszése szerint küthet be verseket.
Az ötlet az onnan származik, hogy volt tavaly egy kiállításunk a Tolnai Szent István katolikus gimnázium diákjainak, és ott figyeltünk fel rá, hogy igen sok olyan diák jár az iskolába, aki szívesen írogat verseket. Ezen a kiállításon a kiállítási anyag egy jó nagy részét azok a versek tették ki, amit a gimnázium diákjai készítettek, írogattak, és az ő ügyességüket és szép írói tudásukat látva jutottunk el arra a felismerésre, hogy talán lenne igény egy ilyen versíró pályázatra, illetve szintén tavalyi fejlemény, hogy megalakult Szekszárdon az I. és Gyula megyei könyvtárban egy írói kör, Kaposi Ildikó vezet, és ott is nagyon sok fiatal író bontogatja a szárnyait, és onnan is már érkeztek jelentkezések a versíró pályázatra, így nekik is szól ez a felhívás. A programból az általános iskolások sem maradnak ki, számukra versmondó pályázatot hirdettek, amire már szintén lehet jelentkezni. A 90-es évek közepétől nagy népszerűségnek örvend Tolnán a női futszál. Az elmúlt évtizedek alatt számos sikert könyvelhetett el a klub. Jelenleg az NB1-es bajnokság mérkőzései folynak. A klub sportolói túl vannak már azokon a meccseken, ahol győzni kellett, így már biztos helyük van a négy legjobb csapat között. Jelenleg is folyik az NB1-es női futszál bajnokság alapszakasza. A Tolna-Mözsi klub sportolói túl vannak már azokon a mérkőzéseken, ahol nyerni kellett. Február első hetében két mérkőzésen vettek részt, mindkettőt sikerre vitték. Az alapszakaszból két megmérettetés van még vissza, utána új bajnokságon kezdenek a lányok. Simon Ferenc a klub elnöke beszélt a tavalyi év eredményeiről és az idei év terveiről. 4-1 fóna képességű csapat került a bajnokság legjobb négy csapata közé. A következő két mérkőzésnek maximum annyi tétje van, hiszen már a negyedik hely biztos, hogy megvan számunkra, tehát a play-offba fogjuk folytatni a küzdelmeket, hogy milyen motivációval, milyen önbecsülésre tudják a lányok majd elkezdeni a rájátszást. Két nehéz mérkőzés is lenne a tabellán, előttünk áll a két csapattal, a Budaörssel fogunk hazai pályán mérkőzni most vasárnap, és következő hétvégén pedig utazunk Debrecenbe a jelenlegi Jélovashoz. Akár végezhetünk az első, második helyen, akár végezhetünk a harmadik, negyedik helyen. Igazából különösebb jelentősége nincsen, hiszen közel egy fóna képességű csapat fog a rájátszásba páros mérkőzést játszani egymás ellen. Itt bárki legyőzheti a másikat. Egy két győzelemig tartó párhasz van a döntőbe jutásért. Kíváncsian várjuk, hogy az utolsó forduló az alapszakasz, amilyen eredmények születnek, hiszen ez a négy csapat éppen egymás ellen fog játszani az utolsó fordulóban. Simon Ferenc elmondta, hogy mind a négy csapat nagyon motivált, és mindegyik képes arra, hogy bravúros eredményeket érjen el. Jelenleg a legjobb négy csapatot a debreceni egyetemisták, a budaörsi csapat, a többszörös magyar bajnok, kupagyőztes Astra klub és a Tolna-Mözsi lányok csapata alkotja. Tavaly nagyon szép eredményt tudtunk elérni, a vártnál jobb eredményt, ezüstérmet tudtunk kiharcolni, úgyhogy a Debrecennel egy nagyon szoros kiki mérkőzéseket játszottunk. Ugye a döntőben 3 győzelemig tartott a párharc, 3-1-re maradtunk alul összesítésben a Debrecennel szemben, de mindegyik mérkőzést, amit elveszítettünk, illetve amit megnyertünk, az is egy gól különbséggel dőlt el a másik javára. Valami hasonlóra számítunk ebben az évben is, nagyon szoros meccsekre. Az alapszakasz mérkőzésevé kiindulva, picit esélyeket tatolgatva, úgy tűnik, hogy nem sok esélyünk van, hiszen a Debrecen ellen nem sikerült idén még mérkőzést nyerni, az alapszakaszban két mérkőzést elveszítettünk, ráadásul nagy gólkülönbséggel. A Budaörs ellen szintén két mérkőzést veszítettünk, bár ott a játékunk alapján sokkal jobb eredmény is születhetett volna. Mégis azt mondjuk, hogy egy jó felkészüléssel, jó hozzáállással el lehet érni a szobra út, amit múlt évben elértünk. Úgy gondolom, hogy nem a szakmai munkával van a gond, készülnek a lányok böcsülettel, nagy számba vesznek részt az edzéseken. Kiváló edzővel, Revelan Zoltán, egykori futsal válogatott a csapatnak az edzője, készülnek a lányok. Inkább fejbe fog ez eldőlni, mint a legtöbb női sportban, ránk is jellemző, a női futszal is jellemző, hogy nagyon fontos, hogy akkor a lányok fejbe mit tudnak majd hozzátenni a
mérkőzésekhez. Márciusban kezdődnek el a rájátszás mérkőzések, amiknek az eredményhirdetése májusban lesz majd. Van még egy nagyon komoly versenyrendszerünkben érdekeltek vagyunk, és még februárt érinti, ez a női magyar futsal kupa, ahol a négy közi, az a Final Four-ba jutásért harcolunk a szintén a bajnokság legjobb négy csapata között szereplő Astra ellen. Idegenben egy mérkőzést már nyertünk ellenük 2-0, most úgy tűnik, hogy egyszerű feladat lesz hazai pályán ezt az előnyt megtartani, de ismerve az Asztrának a játékerejét, egy nagyon nehéz mérkőzésre számítunk, ez február utolsó vasárnapján lesz majd tornán. A Tolnai Klub a legnagyobb utánpótlás nevelő női futsal klub az országban. U7-es korosztálytól, tehát a Bozsik kezdeti korosztályától, U17-es korosztályig megjelennek a fiatalok a csapat életében. A U17-esek már NB1-ben játszanak, de szerepelünk az első osztályú U15-ös bajnokságban, ahol jelenleg második helyen áll a csapatunk. Nagyon nagy hagyománya van a női futsalnak tornán, és nagyon szeretik. Utánpótlás korú lány több mint 70 fő van jelenleg a klubunkban, akik rendszeresen járnak hozzánk focizni. A 90-es évek közepétől nagy népszerűségnek örvend a sportág Tolnán, amit az évek alatt elért eredmények is bizonyítanak. Többszörös megye bajnokok voltak, rendszeresen szerepeltek országos bajnokságon, ahol mindig szép eredményeket értek el. Hozzá kell tenni, hogy van egy olyan személy, mert enélkül nem működik az utánpótlás nevelés, aki a fiatalokat megkeresi, felkarolja, foglalkozik vele. Nálunk van egy legendás ember, úgy hívják, hogy Fog György, ezt minden riportban el kell mondani az ő nevét, de ezt az ország ismeri, aki a női futszát ismeri. Rendkívül aktívan, rendkívül hozzáértő módon keresi a gyerekeket, foglalkozik velük, és gyakorlatilag felépítettünk egy olyan képzési rendszert, ahol minden korosztály megkapja maga képzését, kiváló edzők foglalkoznak velük, van motiváció egyrészt a saját sportágunkban, tehát a futsalban, illetve hát a Paksi esével van egy együttműködés megállapodásunk, és hogy minél nagyobb karrier lehetőséget tudjunk adni a lányoknak, ne csak futsalban érvényesüljenek, hanem esetleg a labdarúgás, tehát a nagypályás területen is tudjanak előlépni. A Paksi színekben nagy pályázunk is, nem is akármilyen eredménnyel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!